Egybegyűlteket. Mai könyvbemutatónkon én Oriold Károly vagyok, az Oriold és Társai kiadónak a tulajdonosa. És a mai alkalommal Rebecca E. Williams és Julie Craft könyvét fogjuk bemutatni. A tudatos jelenlét a függőségből kivezető úton. És szeretném bemutatni az itt levő kollégákat, akik nagyon egyrészt a témához értenek, kiváló szakértők, tőlem jobbra Dr. Póriz Éva, pszichiáter, addiktológus, mellettem Kis Anna, pszichológus, mellette Bagotai Zsófia, aki szociális munkás és felépülő szenvedélybeteg, mellette Dr. Petke Zsolt, pszichológus, addiktológus, felépülő szenvedélybeteg. Mondhatom így? Teljesen. Annyi kérésem van, hogy a könyvemutatóval készül egy videó, és ezért, ha lehet, akkor mikrofonba beszéljünk. Mikrofonba beszéljetek majd. Minden könyvnek van egy sorsa, és hát a kiadónak is van egy sorsa. Találkozunk, elválunk, jönnek témák, amik megtalálnak, jönnek ötletek, és hát nem is tudom, 2,5 éve körülbelül kaptam egy e-mailt Kis Annától, aki jelezte, hogy van egy könyvjavaslata, és hogy ő nagyon ajánlja, hogy jelentessük meg ezt a könyvet. És rögtön át is adom neki a szót, hogy miért a könyv. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Hát a könyvbe úgy futottam bele, hogy annól, amikor elkezdtem a Nyílő Gyula Kórházba dolgozni, akkor próbáltam eszközöket találni magamnak, hogy mivel tudnék a klienseimmel dolgozni, illetve miben tudnék fejlődni, és így belefutottam az elköteleződés és elfogadás terápia nevű módszerbe, ami a kognitív módszereknek a harmadik hullámába tartozik. És akkor annól még Szondi Mátéval is felvettem a kapcsolatot, hogy hogyan lehetne ezt megtanulni. Ő ehhez egy csomó segítséget adott, és így elkezdtem böngészni az internetet, ugyanis ennek a módszernek a kitalálói nem csináltak egy hivatalos képzést erre, tehát nem úgy működik, mint Magyarországon általában a módszer specifikus képzése. És azt mondják, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy bármelyik szakember ezt megtanulhatja, mert egy elég egyszerű manuál, meg egy egyszerű modell alapján működik, és ennek kezdtem utána nézni, és így futottam bele ebbe a könyvbe, ami egy mindfulness alapú munkafüzet a függők számára, ami, mint látható, a borítón ötvözi ezeknek a módszereknek, hát a különböző kognitív módszereknek az eszközeit ahhoz, hogy mondjuk valakinek segítséget nyújtson, és emellett meg közben rájöttem, hogy baromra nincsen semmilyen jó önsegítőkönyv Magyarországon a függőséggel kapcsolatban, úgyhogy megkerestem Károlyt, hogy legyen. Inkább ez így zajlott. Hát igen, és az történt, hogy az amerikai kiadóval én elég jó viszonyban vagyok, úgyhogy ezt 5 perc alatt sikerült ennek a könyvnek a jogait megszerezni. És hát találtunk egy kiváló fordítót, Gáspár Évát, aki itt ül, és ha esetleg... Nagyon szépen köszönöm. És hát az itt lévőktől az az első kérdésem, hogy milyen érzés látni, milyen érzés találkozni ezzel a könyvvel? Hát akkor kezdem én. Én ugye terapeutaként és felépülő függőként ülök itt. Ez egy elég nehéz szerep nekem, de büszke vagyok rá. És azt látom 18 éve lassan a terápiában, hogy óriási űrtátong a kommunikációban a két típusú, ha lehet így mondani, szakember között, akiknek van felépülési tapasztalata és akinek nincs. És azt gondolom, hogy korszakalkotó ez a munka abból a szempontból, hogy a két szakember típus kategória jobban értsék egymást. Mert ugye akár a 12 lépéses felépülési közösséget, amelyek a szenvedélybetegek segítésében egyre nagyobb teret foglalnak el, ők, hogy úgy mondjam, értik ezt a nyelvet, viszont ez nem egy
szakmabeliként tanult eljárás, hanem ez egy érzés, ami egyszer csak elkapja a felépülő függő. És ezt nagyon nehéz tudományosan átadni egy olyan szakember számára, aki nem szerencséltetik függőnek lenni. Úgyhogy ebből a szempontból ez a könyv, ez nagyon-nagyon fontos számomra. Nekem is ez volt igazából a legmeghatározóbb érzésem, amikor kinyitottam ezt a könyvet, hogy olyan egyértelmű volt. Nem volt kérdés, tehát hogy ezek a kérdések, amik a könyvben szerepelnek, például ezek a tényleg ilyen munkafüzetként használható könyv, és ezek a kérdések nekünk így az életünk részei, a mindennapjaink részei. És még az volt nekem nagyon meghatározó, hogy nagyon jól lehet használni ezt a könyvet arra, amikor már felépülésben van valaki, és a napi szinten tartáshoz, illetve a napi leltárhoz, hogy megnézzem, hogy az adott napomban mik történtek, amire mondjuk van egy napom, amire azt mondom, hogy ez rossz volt. Most fogom a könyvet, végignézem a kérdéseket, akár az érzéslistát, ami nekem nagyon örültem, hogy benne van, meg egyéb hasonló fontosságú kérdése, és megállapítom, hogy az adott rossz napomban mondjuk 3 óra volt, ami tulajdonképpen nehéz volt, vagy tulajdonképpen valamilyen szempontból rosszabb volt, és az összes többi meg tele volt más érzésekkel. Itt szerintem is ez egy nagyon, nagyon korszakalkotó könyv. Egy picit más oldalról közelítem meg, mert szakemberként én az előgondozást végzem, és az én klienseimnek egy igen szerény százaléka értené ezt a könyvet. Tehát ezen gondolkodtam, hogy amikor a préverbális alig kifejezhető fájdalmak idején nagyon nehéz egy kogníciót célba vevő könyvet adni. Tehát azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy meg kell érni arra, hogy egy ilyen típusú önsegítő könyvet valaki sikerrel használjon. Tehát ugye mi a támaszba előgondozunk az addiktológiai osztályra, tehát azt gondolom, hogy például akik a Minnesota modellre szeretnének menni, azoknak ez egy nagyon hasznos segítség, hogy az önreflexiót gyakorolják. Tehát ehhez kellene a kognitív terápiához némi kognitív képesség szükségeltetik. A másik, hogy legyen szermentes legalább olyan mértékben, hogy ne adott alkohol, drog, gyógyszer befolyása alatt legyen, vagy éppen ne a milliós adósság omoljon a fejére. Tehát azért viszont nagyon hasznos, hogy vannak sajnos egyre növekvő számban olyan intelligensebb klienseink, akik viszont nagyon nehezen találják meg az útvesztőt, ahol tajszámra dolgozó tömegellátásban mit tudok vele kezdeni. Tehát én nekem ezeken gondolkoztam, hogy kinek lesz jó ez a könyv, melyik fázisban lesz jó, és hogy tudnánk megtalálni azt az optimális síkot, amikor a pszichés állapot, a értelmi képessége és a terápiára való alkalmasság eljut odáig, hogy kezébe adom. Ezen gondolkodtam, hogy lehetne ezt valahogy, nem jó szó a lebutítás, de hogy lehetne olyan módon beszélni róla a csoportokon, hogy akinek szerényebbek a képességei, az is megértse mondjuk az itt és mostnak a jelentőségét. Tehát én amióta olvastam, ezen gondolkodom. Még egy gondolat jutott ezzel kapcsolatban szembe, hogy a felépülő, vagy a felépülést, a változást választó függők számára óriási akadály kezdetben a spiritualitással való találkozás, illetve az ezzel való munka. És azt gondolom, hogy egy ilyen könyv, ilyen sorvezető segítségével sokkal hozzáférhető, sokkal könnyebben elsajátítható az az ismeretanyag, amelyre egyébként alkalmas a spiritualitás, viszont akkor, hogyha valami miatt a kliens ettől lóckodik, akkor lehet ezt másképp is, elengedni az irányítást. Ugye ez az egyik legfontosabb dolog a függőségből való felépülésben. Viszont hogyha ő neki nehéz ez a kérdés, hogy bízd Istenre, akkor van más megoldás, nézd meg, hogy mit csinálsz ma. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból is nagyon fontos ez a munka. Még Annát hallgassuk meg. Nekem azon jelent a
jártak a gondolataim leginkább, miközben beszéltetek, hogy annó, amikor én ezzel a könyvvel találkoztam, akkor leginkább azt fogott meg, hogy ez lehet eszköz a segítők számára. Tehát akár egy auditológiai osztályon lehetne mindfulness csoportot csinálni, akár mondjuk pszichológusok egyéni folyamataikban, hogyha mindfulness-ben képződnek, akkor használhatják ezt a könyvet. Én is abban a keretben gondolkoztam, hogy olyan kliensek számára megfelelő ez a könyv elsődlegesen, vagy ajánlható, akik már a felépülési fázisban tartanak. Szermentesek, a visszaesés prevenció, de kifejezetten jók ezek a mindfulness technikák, erre protokoll is van a külföldi szakirodalomban. Leginkább a kutatások azt mondják, hogy a 12 lépéses módszereket ötvözve a mindfulness csoportokkal és technikákkal nagyon jó eredményeket lehet elérni a visszaesésnek a meglátásában. Még egy gondolat eszembe jutott ehhez, hogy ami szintén egy nagyon-nagyon nehéz dolog felépülőfüggőként, főleg a felépülés elején, de aztán később is újra és újra vannak ilyen szakaszok, az a lelassulás, illetve tehát, hogy valahogy egyáltalán észrevegyem, hogy milyen gondolataim vannak, és mi történik körülöttem meg bennem, amiben szintén nagyon sokat tud segíteni ez a könyv, ahogy a feladatokat, illetve ahogy Zsolt mondta, a sorvezetők segítségével végignézni egy napomat vagy önmagamat. Az a helyzet, hogy a Lélekben Otthon honlapon elég sokat írunk, van egy csomó cikk addiktológiai témában, és én összeismerkedtem egy kiváló, hát szerintem már 80 év körüli addiktológus bácsival, aki elmondta, hogy nekünk nagyon rossz addiktológusoknak, mert minket mindenki utál, mert mi csak elveszünk a páciensektől, és semmit nem adunk. És hogy mondjuk én nem tudom, hogy ez igaz-e, ez így van-e a mai napon, de valahogy az az érzésem, amikor így hallgatlak benneteket, hogy ebben a feszültségben, hogy adni valamit, hogy talán ez talán egy ilyen könyv vagy ilyen gondolat segíthet. Ugye, majd belenéztek a könyvbe, akkor pont azzal kezdi, hogy az ember köt egy érzelmentességi szerződést, amikor azt mondja, hogy nem akar a saját érzéseivel találkozni, úgyhogy azt gondolom, hogy akár ezt is adhatjuk a függőknek, hogy találkoznak a saját belső tartalmaikkal, és megtapasztalják a saját belső gazdagságukat, illetve magát a világnak a gazdagságát azzal, hogy ezzel a tudatos jelenléttel léteznek egy-egy pillanatban. Szerintem adunk ezzel. Hát akkor az a helyzet, hogy egy picit én szeretnék így belemenni a részletekbe, hogy is néz ki ez a könyv. Tehát mi az, amit már itt azt láttam, hogy eléggé sokféle rétege van ennek a könyvnek, hogy mik azok a gondolatok, érzések, amikről ez a könyv egyáltalán beszél. A könyv alapvetően három fejezetet, vagy három részt számlál, és azzal kezdi, hogy először ezeket a kognitív funkciókat, egy részeket sorolja föl, hogy az érzelmekkel kezdi, viselkedési mintázatokkal, illetve a gondolatokkal. Egy-egy esetpéldát folyamatosan hoz, illetve végigvezet egy családnak a sorstörténetén és a felépülésén, ami számomra nagyon érdekes volt, hiszen ebben a családban történik egy nagy veszteséggel, egy autóbalesetben meghal az egyik gyermek, és azt mutatja be, hogy a szülők hogyan reagálnak erre, hogyan dolgozzák fel ezt a veszteséget, illetve hogy a másik gyermek hogyan reagál a családban. Tehát itt azért van egy családkoncepció is, amivel már tovább léphetünk arra, hogy a függőség nem egy egyéni probléma alapvetően. És ezek után pedig a gyakorlatokon keresztül tovább jutunk a ismereteket biztosít ugye a függőségről magáról, illetve a veszteségeknek a természetéről, és az utolsó részben pedig már egy tovább lépés történik, egy fenntartása a felépülési folyamatban az abstinenciának gyakorlatilag, ahol a kapcsolatok helyreállítására tesz javaslatokat és egyéb ilyen hétköznapi javaslatokat, ami viszont már a dialektikus viselkedés terét jelentését sajátja, hogy megtanít élni gyakorlatilag a hétköznapokban.
azt gondolom, egy másik nagyon fontos, hogy ugyanezeket a gondolatokat korábban versek, irodalom hozzák, és akkor én azt egy nagyon fontos mozzanatnak tartom, hogy amit megtanulok a szakmában, tudjam olyan nyelven elmondani, amit a kliens megért. Tehát például a képzett riportban volt, ugye, hogy nem akarom látni, mert fáj, ha látom, nem akarom azt, hogy újra fájjon. Ezt könnyebb elmondani, mint azt, hogy érzelemmentességi szerződés, de azt, hogy vagyunk úgy az érzelmeinkkel, hogy nagyon fáj, és inkább nem akarunk róla tudomást venni, és nagyon sokat szokott segíteni, hogyha korábban jobban ismert kliens, tehát akivel egy hosszabb munkakapcsolatom van, őt megkérdezem, hogy sikerült. A másik, ami számomra egy nagyon érdekes és jó fejezet, ez a gyászveszteség feldolgozás. És sokszor a kliensek hoznak olyan történetet, egy nagyon kedves 70 éves hölgy volt, 35 év jó házasság után, a mami elkezdett iszogatni, amikor hirtelen meghalt a férje, és ilyen fél liter vodkánál tartott, amikor a 14. kerület ellátó átküldte a támaszba azzal, hogy ilyen idős kliensekkel napi rutinban nem tud mit kezdeni, és akkor eljött a néni, és akkor is még két deci vodka volt benne. És így fokozatosan, amikor ilyen idős valaki nem nagyon mereg gyógyszert adni, főleg nem fél liter töményre, és mondtam neki, hogy írjon egy naplót, próbálja írogatni, hogy mindig egy picivel kevesebbet iszik, és fél év terápia során elfogadva érezte magát, és azt mondta, hogy még mindig tudom, hogy meghalt a férjem, de tudok örülni az együtt töltött 35 évnek. És múlt héten behozta a férje összes ruháját, tehát az is a gyászmunka. Van olyan ember, aki nem beszélni tud róla, de meg tudja csinálni. A mami végre kapta magát, összepakolt, és hozott nekünk 3 bőrönt, tényleg szép, tisztán tartott, válfán levő ruhát. És azt mondta, hogy neki ez a lépés, hogy ő letette, ezzel a gyászt is letette, és valahogy a támasz felé meg megköszönte azt, hogy őt elfogadtuk. Tehát ezeket érzem ilyen nagyon fontosnak, hogy vannak emberek, akik nem tudnak beszélni róla, de fontos, hogy ők is tudjanak adni valamit. Tehát én ezt a kölcsönösséget gondolom gyógyító hatásnak. És azt, hogy lehet, hogy a szavakban nem tudja megfogalmazni, de az gyönyörű kép, hogy a gyászom megvan, de örülök, hogy jó volt vele együtt. Ehhez kapcsolódóan eszembe jutott egy érzés, ami hatalmába kerített, miközben olvastam, hogy szakemberektől viszont gyakran hallom azt, hogy nagyon nehéz a függőkkel együtt dolgozni, nagyon nehéz leülni velük egy asztalhoz, mert az abúzus gondolata ott leng, terapeuta és segítséget kérő között is. Nagyon nehéz dolog a terapeutának átlépni azon, hogy az a kliens, aki ott ül velem szembe, az egy abúzust elszenvedett abúzőr. Így kapja és adja tovább. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból kifejezetten fontos az, hogy az a terapeuta, aki ennek szeretne utána menni, az megkapja ezt a segítséget, hogy lépésről lépésre ezt a nagyon nehéz érzést el tudja engedni. Ez egyébként a felépülést választó függőnek is rendkívül nehéz, hogy a magával hozott rengeteg szorongást, félelmet, fájdalmat egyszer csak elkezdje elengedni. Tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb folyamat, ami a 12 lépéses csoportokban elkezdődik. Ezért egy picit tegyük már helyre, mert hogy itt olyan sok érzésről beszéltek, hogy mik azok a fő érzelmi nehézségek, veszteségek, amivel meg kell küzdeni. Lehet ezt csoportosítani, meg lehet ezt nevezni? Negatív érzések, minden, ami negatív. A félelem körül csoportosulnak a felépülést választó függő érzései. Amikor eljut a függő arra a bizonyos mélypontra, az az érzés kulminálódik, hogy tennék bármit, csak ez a rettenetes félelem újjon el. Ezen kell valahogyan átsegíteni őt, ezen kell átlépni, és valami
reményt adni ebben a rendkívül nehéz helyzetben. És azt gondolom, hogy ebben óriási segítséggel lehet az a terapeuta, aki a jelenben tudja hozni a pillanat pozitív hozadékait. Ehhez szeretnék kapcsolódni, hogy azért Ranzburg tanár úr mondta, a félelem, a harag és az agresszió ugyanannak a érzelemindulat halmaznak különböző oldalai, és azok a nem túl hát fényes, szóval azok a kliensek, akikkel nap mint nap találkozom, azoknál a félelem, a harag, agresszió, néha egyik, néha a másik arca van előtérben. Tehát van olyan ember, aki úgy fél, hogy szörnyű dühbe jön, volt olyan, aki ilyen őrült indulattal rohant be, és akkor megkérdeztem, hogy miért jött ekkora lendülettel, azt mondta, hogy különben nem mertem volna bejönni. Tehát, hogy azokat könnyebb felismerni, aki békén sírdogál, de azoknak az embereknek a félelmét, aki ezt óriási düvel, haraggal fél, azokat könnyebben félreértjük. És én ezt szeretném még kihangosítani, hogy ha elfogadom, hogy ugyanolyan érzésindulat az, hogy én tehetetlen vagyok, haragszom magamra, én ezt az érzést látom, hogy nagyon sokszor magukat segítő szindrómás, kényszeres segítőnek föl nem ismerő emberek az együttérzést önmagukra nem vonatkoztatják, és ez a 89. oldalon van, hogy ha az együttérzésed önmagadra nem terjed ki, akkor csak részleges. Tehát minél hosszabb ideje dolgozok, különböző szakmájú, szociális területen dolgozóknak próbálok esetmegbeszélőt tartani. Sokszor olyan irgalmatlanok vagyunk saját magunkkal, és ilyen látszatra feláldozzuk magunkat, tehát én ezt látom a legmerevebb ellenállásnak. Tehát még egy kodependensnek is könnyebb segíteni, mint egy kényszeres segítő segítőnek, aki tudja a tutit. Jó sok nehézség van. Zsófi, te nem akarsz ehhez hozzá? Igazából erről a Zsolt mindent elmondott, ami így bennem volt, tehát ezt tudom én is elmondani, hogy függőként és felépülőként tehát minden, ami negatív, minden, ami félelem, ami visszahúz, ami megadja azt a hamis biztonságot, hogy rossz, borzasztó rossz, amiben vagyok, de tudom mi az, ismerem, és ezért nem kell tőle félni. Minden, ami új, még hogyha jobb is, azt nagyon nehéz beengedni, és ahogy a Zsolt elmondta, hogyha már addig a pontig eljut az illető, hogy azt tudja mondani, hogy bármit megteszek, teljesen mindegy, hogy még bármit, csak valami változzon, valami legyen más, mert ezt így már se használni nem lehet, se élni, se semmit nem lehet, mert talán az a legiszonyú pont ebben az egészben, amikor már drogozni sem tud az ember, de józan se tud lenni, semmire nem képes, és ha ez a pont eljön, akkor lehet vele valamit kezdeni. És itt lehet már, tehát itt tudsz kezdeni valamit vele egy szakember is. És ilyenkor milyen segítségre van szükség? Egyáltalán mit jelent az, hogy segíteni? Lehet? Egy csúnya angol szó jut erről eszembe, az empowerment. A megerősítés, hogyan tudom felkelteni a kliensben a reményt, és hogyan tudom megerősíteni abban, hogy egy rendkívül nehéz út előtt áll, viszont lehet változni, szép lassan el lehet kezdeni változni, ott van Géza, ott van Pista, el kell eredni utánuk, és a dolog működni fog. És azt gondolom, hogyha ehhez a guideline alapján szakember is tud segíteni, az egy nagyon szerencsés párosítás. Az jutott még eszembe, amit beszéltél, hogy általában, illetve nem általában, hanem mindig, nem az a segítség, amit az illető gondol, hogy segítséget kér, mert hogy én tudom, meg hát láttam társaimban is, hogy én oda mentem úgy, hogy segítséget kérek, amiről azt gondoltam, hogy adjanak valamit, vagy inkább gyógyszert, vagy valami mást. Szóval ezt el kell fogadni szerintem segítőként, hogy az, aki segítséget kér, nagyon nehezen engedi be azt, hogy nem az a segítség, ahogy azt ő elképzelte, és itt általában szokott is lenni az elején egy harc, hogy ezt el tudja elfogadni az, aki segítséget kér, vagy nem. Úgyhogy szerintem ezzel kezdődik. Nem, mi a segítség? A segítség az pedig... Szerintem az a segítség, nekem az volt a segítség, amikor segítettek abban,
hogy leromboljam azokat a felvett, káros, önmagamat romboló szokásaimat, működéseimet, amiktől aztán már nem láttam ki a fejemből, és aztán szépen lassan elkezdtem a felépülést, felépíteni saját magamat, megnézni azt, körülnézni magam körül, hogy mi az, amit én szeretek, mi az, amit én szeretnék csinálni, egyáltalán ki vagyok én, mint Bagotai Zsófia, és az miről szól, hogy én vagyok. Ez teljes káoszban volt nekem 10 éven keresztül. Úgyhogy mondjuk nekem ebben tudtak segíteni, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek az elején ez egy hatalmas segítség. Én ezt hozzászólnék, hogy én azt gondolom, hogy a magyar nyelvben a segítség, amit mi értünk alatt, nagyon nem megfelelő, ugyanis sokszor a segítséget úgy értjük, hogy valaki csinálja meg helyettem, és épüljön fel helyettem, meg például a szereket, meg a függőségem tárgyát helyettem, viszont a valódi segítséget én saját magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy én támogatni tudok, és tudok ott lenni valakivel együtt, és eszközöket mutatni esetleg, de hogy magát a lépéseket ő neki kell megtenni. Tehát így ilyen értelemben valódi segítség nincsen, csak saját maga felé. Tehát társként lehet ott, és ugye emiatt van az önsegítő csoportoknak nagyon nagy ereje, hiszen ott felépülő függők vannak támogatóként ott a legnehezebb pillanatokban. Ugyanezt tudjuk mi szakemberként is megtenni, hogy ott legyek a kliensemnek a legnehezebb pillanatokban, és tudjam őt támogatni abban, hogy lépjen tovább, és ne megrekedjen, vagy az addigi megszokott viselkedés mintákat folytassa tovább. Azért önt is megkérdezem, mi a segítség? Tehát ebben a helyzet, hogy nem jó szó a segítség, de jön egy nagyon krízisben levő ember, aki nagyon-nagyon szenved, felteszem én, hogy ez egy szenvedő megy segítséget kérni, aki azt gondolja, hogy nekem az a segítség, hogy oldják már meg. Adjatok szert, nem tudom ki vagyok, fáj. Szerintem a legelső segítség az, hogy elfogadom az illetőt. Tehát, hogy ez a nulladik lépés. Tehát onnantól lehet bármiről elkezdeni beszélgetni. Mert leginkább ő saját magát nem fogadja el, és innentől meg aztán az egész világról ezt gondolja, és ezt szoktuk mondani egyébként ebben a 12 lépéses önsegítő csoportokban, hogy majd mi szeretünk, amíg te nem tudod magadat szeretni. Igen, elég jó vagy ahhoz, hogy megcsináld. Van elég erőd, és meg tudod csinálni. Ezt mondjuk neki az elején, az első hónapokban. Ez ugyanaz, mint amit a Zsófi elmondott azzal, hogy majd mi segítünk, majd mi szeretünk, addig, amíg te nem szereted magad. Egy kicsit így kapok tojás, amit gondolok erről, de én 91-ben tanultam a fülakupunktúrát, ami egy nagyon együgyű terápia volt, amit kínjukba találtak ki Amerikában, amikor a crack-kokain járvány volt, és a terheseknek végképp nem lehetett gyógyszert adni, vagy nem tudták, hogy mit csináljanak. Ez 5 pontot szúr a fülön, amiről lehet különbözően filozófálni. Amikor a házi orvosok kérdezték, azt mondtam, hogy az garantált siker, hogy amíg a fülébe van a tű, addig nem iszik. Ennél többet nem tudok, lehet elhinni, hogy van hatása, lehet elhinni, hogy nem. Viszont azzal, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, egy keleti gondolatmenet elkezdtem foglalkozni, aminek a értelmezési keretében azok az érzelmek hirtelen szervekhez lehetett kötni. Tehát a félelem, a vese, azt mindenki tudja, hogy a gyerek, ha fél, akkor bepisil. Tehát a nyugati medicina szerint is a félelem és a vese között van egy kapcsolat. A tüdő, vastagbélrendszer, elengedés, gyász, veszteség. És azoknak a nem túl fényes agyú betegeknek ez egy konkrétabb, megfogható kapcsot adott a betegségeik, pszichoszomatikus bajok és ezek között. Tehát ezt a pszichoedukációt nagyon fontosnak tartom, hogy amikor a test jelez, az sokszor az elnyomott érzelem helyett teszi. Tehát azt gondolom, hogy vannak ilyen apró lépések, amikor mást jelentenek a szavak. Tehát nálunk én próbálom felajánlani az akupunktúrát, nem erőltetem soha, de aki ki akarja próbálni, próbálja ki, és az vegetatív szinten lejjebb viszi azt a nagyon nagy feszültséget. És akkor ez megint esélyt ad, fölrajzolom, hogy amikor túl sokat gondolkodik, túl sokat agyal, akkor ebbe kimerülhet,
A másik kép, amit ebben a könyvben nagyon megtetszett, ez, hogy a veszteséget, mint egy beszűkült életterű lakáshoz hasonlítja. Hogy tágas, szép lakás, és amikor egy-egy ajtót lezárunk a titkokkal, mint a mesékben is, hogy ugye a rosszat bezárjuk, kékszakálú herceg vára, boltasszonyokat, érzelmeket, sírást, könnyeket bezárjuk, akkor egyre kisebb az az élettér, amiben lakunk. Ez megint egy olyan kép, amit jól meg lehet érteni, hogy amikor elzárom a fájdalmaimat, azzal beszűkítem a lehetőségeimet. És ezek főleg a gyűjtögetős betegeimnél, akik volt olyan, aki 5 lakást rakott el, úgymond kincsekkel. Ez 11. kerületi élmény volt, egy valaha tanárember, aki autóbalesetben elvesztette a családját, és hajléktalanig küzdötte le magát úgy, hogy 3 lakást töltött meg szeméttel. És a saját házának a pincéjében héderült. Tehát, hogy ilyen elképesztő mélységig lehet lejönni. És én azt gondolom, hogy a Rogersi paradoxon elfogadom úgy, ahogy van, akkor adok esélyt, hogy a saját ritmusába tudjon fejlődni. Igen, a könyvnek van egy fejezete, a radikális elfogadás. Tehát ez azt hiszem valami olyasmi, hogy az van, ami van. Hogy azt hiszem, hogy ebben az egyik nagyon értékes, amit talán tud adni az egyik ember a másiknak, az a figyelme és az ideje. És hogy ott tud vele lenni. És hogyha még ezt a radikális elfogadással és ezzel a mi szeretünk addig, amíg te meg fogod tudni magad szeretni, azt gondolom, hogy ez egy elég jó indulás. Mi történik utána? Tehát amikor elindul ez a... Tehát kialakul egy segítő kapcsolat, egyáltalán mik a fő lépcsői a kivezető útnak? Következik egy kemény menetelés. Az egyik felépülő társam ezt úgy írta le, hogy a felépülés nem más, mint egy olyan munka, mint egy olyan séta, mint hogyha egy folyamatosan emelkedő mozgó lépcsőn kellene felfelé menni, miközben mások vízszintesben nyomják. Tehát egy állandó meló, amihez viszont elég jól hozzá lehet szokni, és olyan sok pozitív hozadéka van ennek a munkának, ami egyszer csak készségé válik. Egyszer csak a felépülő ezt mindennél jobban kezdi gyakorolni, szeretni, elfogadni. Tehát egy olyan megváltozott tudatállapotba kerül, ahol ugye az előbb említett negatív érzésvilágot felváltja egy reményteli, pozitív attitűd, elsősorban magammal, aztán a környezetemmel szembe, ami segít egyik napról a másikra elfeledtetni azt az óriási negatív érzés csomagot, abúzus és sérelem csomagot, amelyet a függő előzőleg magával hordozott, és nem probléma számára az, hogy a következőkben nap mint nap dolgozni kell azért, hogy ezt az állapotot fenntartsa. És azt gondolom, hogy ebben ezek a technikák tudják segíteni a szakember és a felépülést választó klienst. Picit akkor az ellátás oldaláról fognám meg a kérdést, amit Zsolt mondott, ugye mi történik azok után, hogy eljön egy kliens és segítséget kér, leginkább azt gondolom, hogy személyre kell szabnunk az ellátását, tehát meg kell vele keresnünk azokat az eszközöket, csoportokat, ellátási formákat, amiket ő mondjuk be tud illeszteni a saját életébe, úgyhogy erre ugye számtalan lehetőség van, pont ma szóba is került az, hogy mondjuk egy kliens el tud-e menni rehabra vagy sem,
mert mondjuk ott van a hitel a nyakám, vagy az édesanyjának az otthonát kell fizetni, és így ezek nagyon nehéz helyzetek, azt gondolom segítőként is, hogy én azt gondolom, hogy van egy út, amit végig kellene járni ahhoz, hogy ténylegesen fel tudjon épülni, de hogy ő ezt mennyire tudja elfogadni, illetve beilleszteni abba a valóságba, amiben ő éppen létezik, azokba az objektív dolgokba. Még az jutott eszembe, hogy ebben a menetelésben, ahogy Zsolt mondta, az egy segítség lesz majd később, ami kialakul a felépülés során, hogy ugyanúgy, mint más szokások, amikben rögzülnek, ez is be tud rögzülni, csak ugyanúgy ezt is gyakorolni kell, amiben egy nagyon jó segítség ez a könyv. És még Rogersről jutott eszembe, hogy Éva említette, hogy még az előző témához egy mondatban, hogy szerintem segítőként az tud még nagyon hasznos lenni egy felépülni kezdő függővel, hogyha visszatükrözzük neki, amit mond. Nekem ez a tapasztalatom, mert hogy ő nem lehet ki a fejéből, ő nem tudja, hogy mit mond, mi történik, ő teljesen máshol van meggyőződve, mint ami a valóság, és ezért félre is érti az embereket, ezért fonyolódnak a kapcsolata is többek között, úgyhogy szerintem még ez is egy fontos dolog tud lenni. Azt gondolom, hogy a tagadás és az ambivalencia az első nagy akadályok, hogy amikor eljön, és ő azt gondolja, hogy amennyit ő iszik, az neki kevés, a környezetének sok, és nagyon sokszor teljesen eltérően látja ugyanazt a helyzetet. Ezért mi azt vezettük be, én családterápiát, rendszer szemléletet tanultam, hogy mindenki, aki jelen van, az fontos. Tehát, mint ahogy a Minucsin, mindenkit behívok, és kiderül, hogy azért jöttek öten, mert négyen bírták elcipelni a semmi problémával nem rendelkező szomjasat. És akkor nagyon érdekes, hogy az sem mindig egyértelmű, hogy aki hozza, vagy akit hoz ki a beteget. Tehát már ott problémák vannak, hogy kiderül, hogy a apjukom, aki szerint csúnya, ha egy asszony iszik, a kétszeresét issza meg a felesége fogyasztásának, de neki nincs baja, mert ő férfi. Tehát ezek ilyen érdekes kezdődő problémák, hogy akkor most kinek van baja. Tehát én abban a klientúrában, akikkel dolgozom, nem mindig ez a könyv az alap, de ugyanezek a gondolatok, nekem az Inszó Kimberg konzultáció sok problémás családokkal alapján, ugye ő azt mondja, hogy aki eljön hozzánk, lehet, hogy látogató, lehet, hogy eljött megnézni, hogy mit adnak ingyen, mikor van ruhaosztás, adnak-e kaját, tudunk-e szállásba segíteni, tehát csak így körülnéz, hogy mi van a placon ingyen, és ugye csak utána jön az, aki azt sejti, hogy lehet, hogy valami köze van a problémához. De még neki biztos, hogy nincs baja, de az asszony azt mondta, hogy kirakja a szűrét, ha még iszik. Tehát, hogy általában hozzánk kényszerrel jönnek. Elterelésre kényszerrel jönnek, mert felmond a cég, jó esetben hozza a mestere az ácsot, hogyha leesik, akkor milliós büntetés, tehát legyen szíves segítsen, hogy Pista ne szédüljön le a falról. És hogy amikor ilyen mélységben vagyunk, akkor nekem az elfogadás kiterjesztése a családra egy nagyon fontos szempont, hogy a radikális elfogadás nem csak a kliens, mert 99%-ban szenved az is, aki a környezetében van. És erre van sokkal kevésbé fölkészülve az ellátórendszer. Ugye amikor elindultak a pszichoterápiás képzések, családkonzultáns is lehetett, nem csak pszichiáter, nem csak orvos, de ezeknek elfelejtették a finanszírozását, hogy ki fizeti. Tehát én ezen gondolkodtam, mert átküldte a kérdéseket a Károly, hogy vajon ugye mit tudunk csinálni, és melyik az a réteg, akit egyáltalán tudunk valahova küldeni. És mekkora fehér területek vannak az ellátatlanságról, és ugye erről lesz a kábítószer egyeztetőnek is február 28-án egy alkalom, serdülőellátás, anya-gyerek kapcsolat. Sokszor az anyák is ugyanolyan rászorulók, akik éretlenül fölnőttek állami gondoskodásba, intézetbe, nem volt egy anyamodelljük, ott állnak tehetetlenül a gyerekükkel, és az ember szíve fáj, hogy nem tud vele mit kezdeni. Tehát ezek nagyon komoly, friss élmények, amikor x-edik generáció szül, akinek nem volt anyaképe. Bölcsödébe adták, 6-7 volt a táppénz, ki emlékszik még erre az időszakra, és akkor ugye mit tanult meg? Mi az, amit szívvel tud? Most már maga az sokat segít egy kliensnek,
hogyha nem azt gondolom, hogy direkt rossz, hanem csak azt gondolom, hogy nem tudta megtanulni. És feltételezem, hogy akár megtanulhatja. Az a helyzet, hogy hát nagyon sok gondolatom van azzal, amit mondtál, Éva. De nekem újra és újra visszatér a könyvnek a címe. Tudatos jelenlét. Tehát amikor arról beszéltél, volt egy-két megjegyzésed, hogy egyszerűen szinte gondolkodásra képtelenek azok az emberek, akik jelentkeznek, valamilyen krízisben levő emberek, ami ugye beszűkíti a kogníciót. Igen, de ugyanakkor az van, hogy tehát amiről beszéltetek, hogy itt van egy felszínen egy probléma, hogy az anyu ennyit iszik, az apu ennyit iszik, kinek van problémája, a család a beteg, vagy pedig a másik, és hogy a könyvben, tehát a könyv azzal kezdődik, hogy vannak érzések, amiket nem akarnak átélni. És azt mondja, egy olyan metaforát hoz, hogy van egy ronda kutya, amelyik állandóan ugat, kiabál, harap, és gyötri a gazdáját, és a gazda folyamatosan meg akar ettől szabadulni. És hogy azt mondja a könyv, hogy akkor jársz jól, hogyha kutyát megszelidíted, öletbe veszed, és barátságot kötsz vele. És hogy ez a metafora, azt gondolom, hogy így végigviszi a könyvet. Tehát, hogy az, ami van, az, ami látszik, az, ami a felszínen van, düh, ez az ember, aki őrült nagy elánnal nyit rád, amögött veszteségek, szenvedések, fájdalmak, félelmek, magára hagyottság. Tehát például a könyv az beszél arról, hogy a magára hagyottságot hogy lehet kezelni, tehát hogy a kapcsolatok újraépítése az hogyan történik meg. Tehát hogy egy olyan tárházát adja a könyv az érzéseknek, az érzésekkel való foglalatosságnak, gyakorlatokkal, ami arról szól, hogy hogy tudja átélni a jelenlétet. Most én lehet, hogy nagyon leszűkítem, úgy, hogy az a hatalmas düh és sóvárság és elkeseredettség az öröm felé tudjon menni. Nem tudom, hogy jól látom-e. Én megérkezett a válasz, igen. Még azt picit nem Károlyhoz hozzá kapcsolódnék, hanem még Évához perspektíva növelés céljából, hogy Éva, akikkel foglalkozik, ők nagyon rossz állapotú kliensek, viszont a függőség esetében nem csak ez a kliens populáció van, nem csak nekik számható ez a könyv, hanem nagyon sokan az átlag populációban is küzdenek függőséggel. Szerintem, hogyha most itt picit magunkban nézünk, akkor lehet, hogy mi is találunk egy-egy függő működést a saját életvitelünkben, ami mondjuk nem egy klinikai szintet elérő állapot, de mondjuk érdemes erre odafigyelni, mert elfajulhat odáig, és itt ugye már egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a viselkedési függőségek. A munkafüggőség, vagy a kényszeres evést is említi a könyv, hogy egy spektrum szemléletben érdemes ezzel kapcsolatban gondolkodni. Ezt hozzá akartam még fűzni, elnézést, hogy itt közbe vártam az előtt, de hogy igen, gyakorlatilag ugye ezeknél az eseteknél is azt választjuk, hogy nem megéljük, és nem a negatív érzéseinkkel vagyunk együtt, nem fogadjuk az ölünkbe ezt a harapós kutyát, vagy azt a kliens, aki éppen ránk töri az ajtót. Úgy érzem, hogy a segítő szakmában is egy fontos készség, és elolvasom a könyvet. Igen, fontos számomra beszélni arról, hogy a felépülés során a pozitív érzelmek beengedése egy olyan fontos készség, amelyet segítünk a klienseknek elsajátítani. Mert bár mindannyian hangoztatják azt, hogy annyira szeretnének boldogok lenni, annyira szeretnék, hogy nekik legyen valakiük, nem fogadnak a bizalmukba senkit, mert nincs hozzá készség, mert nem volt még olyan az elmúlt 40-50-60 évben.
ezt ugyanúgy meg kell tanulni, mint az ABC-t. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon nagy jelentősége van annak, hogy átfordítsuk hogy úgy mondjam, az orientációt a negatív érzésekről, amelyek terén nagyon magabiztos a függő, a neheztelésben, a haragban, a félelemben, olyan, mintha otthon lenne, bármikor át tud egyikről a másikra váltani, viszont akkor, amikor bizalmat kell szavazni, amikor jót kell mondani valakiről, ez egy nagyon fontos gyakorlat a felépülésben is, hogy azt mondjuk a függőnek, hogy akkor tessék, mondjon valami jót az anyjáról, vagy a barátnőjéről, vagy a gyermekéről, és elhallgat. Hogyha azt mondjuk, hogy jellemezze az anyját, akkor rögtön elindul a síralom, hogy ez se csinálta, azt se csinálta, ez is rossz, az is rossz, itt is sérelem, ott is sérelem. Tehát, hogy ebben a negatív események és érzések tengerében lebeg az aktív függő, és olyan nehéz átnyergelni a pozitív érzelmekre. Ezzel kapcsolódnék ahhoz, amit az Anna mondott, hogy ez egyébként a viselkedés szintjén simán megfigyelhető nem szerhasználóknál is, például egy olyan főnöknél, aki mindig tudja, hogy mi a tuti. És bárkinek el tudja magyarázni, hogy az miért rossz, amit ő csinál, és miért jó az, amit ő gondol. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy a hétköznapokban legalább ennyire tetten érhető, nem csak függők körében. Szerintem az érzések terén talán a leglátványosabb a különbség függők és nem függők között, mert egy függő az óriási amplitúdón mozog érzésekben, és ezt nagyon nehéz az elején nem úgy megállítani, vagy egyensúlyba hozni, hanem egyáltalán felismerni, szembenézni vele. És ebben is nagy segítséget nyújt ez a könyv, hogy feladatokkal könnyebb ezt látni. Én egyébként a felépülésemben én gyűlöltem az ilyen feladatokat, mert nem értettem, nem tudtam, hogy mi ennek a célja. Viszont közben meg nagyon hamar látványos segítséget nyújtottak, már csak ha egy érzéslistát nézünk, ami szintén van a könyvben, aminek én különbözültem. Mert nagyon tényleg óriási elmondhatatlan segítséget nyújt az, amikor így be tudja valaki azonosítani az érzéseit. Itt rengeteg kérdés van még, rengeteg dologról lehet beszélni. A könyv és a gyakorlatok az esetekkel együtt egy nagyon-nagyon személyes, egy nagyon érzelmes, és az a helyzet, hogy én szoktam mondani, hogy azok a könyvek, amiket mi kiadunk, így megfogjuk, és akkor így hullik ki a sok könyv. Ebben is azért van szomorúság, és ugyanakkor azért az egy fontos kérdés, hogy tehát amit Éva is már így pedzegetett, hogy a függőség ez egy személyes vagy társadalmi ügy. Hogy így abból a szempontból gondolom, hogy lehet, hogy ez nem egy jó kérdés, én ezt el tudom fogadni, hogy rosszat kérdezek, de hogy valahogy az az érzésem, hogy a társadalomnak kellene azokat az intézményeket biztosítani, ami a segítséghez, a probléma kezeléséhez szükséges. Egy kicsit távolról közelíteném meg, 1937-ben írta le a Huxley a Szép új világot, ahol a népnek osztják a szómát, hogy szóma, ha mondom, segít a gondon, néhány köpcenti helyre biccenti. És ez a pálinka főzéssel remekül paralell lehet állítani, hogy ha és amennyiben a nép vissza a pálinkát, akkor boldog békeidők következnek be. A másik, hogy ugye mit ajánl még, orgia fordal, és ez 37, amiről írunk, ugye, ha a népnek szabad rosszalkodni, időnként kiereszteni a fáradt gőzt, akkor már csak az alfa, béta, gamma, delta, epsilon embereknek a művi előállítása, amiből jó rabszolgák lesznek. Tehát ez az egyik első asszociációm, a másik pedig, amikor
azokkal az áldozatokkal találkozom, akik az emberkereskedelem eladta sokszor a saját családja. Tehát a strukturális bűnök és a strukturális problémákat nem lehet egyéni jókodással. Amikor beküldöm az emberbarát női rehabra a gyereket, és a saját anyja üvöltözik vele, hogy te kis rohadt kurva, ki fog akkor tejelni. És azért könyörök, hogy a gyerek ne menjen be, mert ugye ő a család fenntartó azzal, amit keres, és ahhoz, hogy bírja a kibírhatatlant, teljesen elfogadott, hogy drogozzon, amíg tejel. 3-4 olyan kliensünk van, akit a saját családja akadályoz meg a legjobban. Most ennek hogy legyen bizalma a Beának, vagy a nem tudom kinek, amikor az anyja hetente szól, hogy nálunk van a 10 éves gyereked, mint fogoly, mint rab, és neked kötelességed kimenni újra a sarokra. Én ezeket tartom a társadalmi összefüggéseknek, és akkor ezt nem lehet elmismásolni, hogy mikor érdemes, hogy az ember kellő kellemes bódulatban ne gondolkozzon. Az addikció, az adós rabszolga addiktusból van, és sok társadalom preferálja a rabszolgákat. Azt gondolom, hogy a függőség lehet a társadalom, a közösség problémája, ami személyes, az a változás. És emiatt azt gondolom, nagyon fontos azt nézni, hogy változásban gondolkodunk, vagy társadalmi problémában gondolkodunk, hiszen azt gondolom, hogy felépülés, változás az csak akkor lesz, hogyha személyessé válik a függőség. És azt gondolom, hogy ebben sokat tudunk a klienseken segíteni. Már csak az a kérdésem, hogy vegye meg a család ezt a, vagy hozzátartozó, vagy barát, vagy nem tudom én kicsoda, adja ajándékba a könyvet, vagy pedig olvassa maga. Én elolvastam ezt a könyvet. Nekem ez a könyv nagyon-nagyon sokat adott. És tényleg nagyon személyes, és nagyon sokszor a könnyem csorgott. Hogy kell ezt? Szerintem, az én véleményem szerint ez a könyv függőként a felépülésnek nem a legelső szakaszában használható egyedül, mert már csak ha azt nézzük, hogy én nem látok ki a fejemből, amikor elkezdek felépülni, akkor ezzel az erővel azt sem fogom látni, hogy hogy vezetem meg magam, hogyha használom ezt a könyvet. Úgyhogy szerintem ez már abban a szakaszban használható egyedül, hogyha már valakinek van egy viszonylag stabil felépülése, és elkezdett magával dolgozni már szakember nélkül. Vagy másik esetben szakember segítségével. Nekem az jutott erről eszembe, hogy annak való ez a könyv, akinek dolga van a függőséggel, függetlenül attól, hogy az asztal fiókos oldalán ül, ahol a receptek vannak, vagy a másik oldalán, ahol a receptet kívánók ülnek. Igen, csak még azt tenném hozzá, hogy a könyvnek a szerkezetét, hogyha megnézzük, akkor ez egy nagyon-nagyon kontrollt igényelne, hogy végigcsináljuk ezt a 10 fejezetet, nagyon sok időt is igényel. Nem hiszem én sem, hogy feltétlenül a legkorábbi időszakban ennek van értelme, viszont mondjuk az eset részletek segíthetnek abban, hogy valaki elinduljon, vagy belátást nyerjen, hogy hoppá, én is hasonló módon működök egyéb pillanatban, ennek kevés esélyt adok. Sokat gondolkoztam, hogy kinek tudnám ajánlani, erről beszélgettünk Annával is, hogy mit szeretnék hozzátenni. Én azt gondolom, hogy annak a hozzátartozónak igencsak érdemes odaadni, aki épp megmenteni akarja Józsit. Mert hogy valószínűleg, aki mentegetni akarja a szomjas férjét, a nem tudom, játékos párját, az valószínűleg a sajátját nem látja, a saját szerepét ugyanennek a problémának a fenntartásában. Nagyon sokszor valaki másnak kérünk segítséget, abból a vakfoltból, hogy a saját szemünkben a gerendát nem látjuk. Tehát én ezen gondolkodtam, illetve az addiktológiai kliensekkel dolgozó szociális munkásoknak, asszisztenseknek kéne ismerni ezeket a fogalmakat, hogy egy nyelvet beszéljenek a felépülést szakemberként segíteni akarókkal. Tehát ahol dolgozom, ott például a esetmegbeszélő csoportokon nagyon nagy igény van azoknak a dolgozóknak, akik ott dolgoznak, hogy legyen egy fogalomkör, amiben legalább jó indulattal tud ránézni azokra
a nagyon elfáradtan sokszor a burnout szélén levő kollégáknak tud segíteni, hogy újra friss szemmel nézzen a kliensekre, és gondoljon arra, hogy nem egyedül van. Én azt gondolom, hogy a strukturális problémákra strukturális válaszok is kellenének. És nagyon hiányzik, most például örömmel olvastam, hogy a mi szociális munkásainknak a Nyíre Gyula kórházban lesz végre szupervízió, amit azt hiszem 25 éve tettek kötelezővé, csak elfelejtettek pénzt rendelni hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon komoly strukturális problémák vannak, és hogy belefáradunk, kimerülünk, kiégünk, és erre lennének jó válaszok, amikhez pénzt is kéne rendelni. És azért ez a könyv is egy kis eszköz. Az a helyzet, hogy eltelt lassacskán az időnk, viszont van egy megjegyzés. Éva jelentkezett. Egy icipicit ismerem a könyvet, és abszolút laikus vagyok, viszont azt annyit szeretnék csak mondani, hogy én nem gondolom, hogy ez csak függőséggel élőknek és a segítőiknek szól. Mert azok a gyakorlatok, amik ebben a könyvben vannak, szerintem abszolút egyetemesek, és mindegyikünk átél fájdalmakat, érzelmeink vannak, veszteséget ér meg bennünket, és azok a gyakorlatok, amik ebben a könyvben vannak, szerintem minden egyes embernek segítenek egyáltalán tisztába jönni azzal, hogy hol tart ezekkel, és függetlenül attól, hogy függő-e vagy sem. Én csak ennyit szerettem volna, hogy szerintem ez abszolút túl mutat azon, hogy kiknek szólhat. Köszönöm szépen. Van-e még esetleg olyasmi, amit elmondanátok? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a megjelenést, köszönöm az érdeklődést, és köszönöm, hogy bemutattátok a könyvet, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. Minden jót kívánok! Köszönöm.